Elérkeztünk a mai délelőttünk utolsó etapjához, de előtte el kell mondanom, mielőtt a vendéget köszöntöm a stúdióban, hogy megcsappantak az adományaink, úgyhogy továbbra is számítunk a segítségükre, köszönjük az eddigieket is. Hogyha úgy gondolják, hogy támogatnák a Bonum Televíziót, akkor az ingyenesen kérhető műsor füzetünkön keresztül megtehetik, ebben található egy sárga csekk, illetve egy adományvonal is. Mindezeket az elérhetőségeket vagy a számlaszámunkat megtalálják a képernyő alján futó piros csíkon. És most pedig Zajmus Esztert, a Citizen Go kampány felelősét, magyarországi nagykövetét köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Kezdjük is el ott, hogy mi ez a Citizen Go, egy szervezet, egy egyesület, milyen intézményes keretek között működik? A Citizen Go egy nemzetközi szervezet, aktív polgárok közössége vagyunk, akik világszerte kiállunk az életért, a szabadságért és a családért. Petíciók útján szerveződünk, és úgy gyűjtjük össze az emberek hangját, legfőképp az olyan emberek érdekében, akiknek nincs hangjuk kiállni magukért. És ezért mi az aktív polgárok, itt Magyarországon is most már több mint 50 ezeren, rendszeresen petíciókhoz csatlakozunk, a világon már 10 millióan vagyunk a Citizen Go közösségben, és petíciók útján próbáljuk felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy védelmezzék az életet, a családot és a szabadságot. Tehát akkor világszerte hány országban vagytok jelen? 12 nyelven indítjuk a kampányainkat, és 50 országban indítunk kampányokat. Hogy kell elképzelni? Tehát összeül az 50 ország képviselője, és megvitatják, hogy mik azok az égető kérdések, amiben változást szeretnétek sürgetni. Jelen esetben Ászia Bibi sorsának a jobbrafordulásáért küzdötök, de olvastam, hogy van például petíciótok az Európán kívüli keresztény üldözés. Tehát, hogy zajlik annak a témának a bevétele petíciók közé, amik ugye égetőek? Így van. Vannak helyi kampányaink. Itt például Magyarországon arról én döntök, hogy milyen téma, amit a legsürgetőbbnek tartok, vagy a közösségünk véleményét is megkérdezzük, így tőlük is ötleteket nyerünk évente nagyjából egy kérdőív segítségével, mert szeretnénk tudni, hogy mi az, ami az embereket is érdekli, és összeülünk hetente az online térben találkozom én a munkatársaimmal, és egy heti sajtószemlét tartunk, hogy mi volt az az adott héten vagy adott hónapban, ami tényleg a legsürgetőbb és a figyelmünket kívánja. De aztán olyan témák is vannak, amik nincsenek a médiában, és pont a mi feladatunk az, hogy felhívjuk rá a világ figyelmét, és hát pont Ászia Bibi ugye is egy ilyesmi téma volt, amiről amikor mi elkezdtünk már a létrejöttünk óta hírt adni, akkor még nem sok szó volt róla a világ médiában. Mielőtt rátérnénk Ászia Bibire, ugye ezért elég nagy média felhajtás volt az ügy körül, és hála az égnek, most azt mondhatjuk, hogy jó vége lett, de még lehet, hogy nincs vége. Viszont mik azok a magyarországi ügyek, amiket nem ismerhet annyira a nagyvilág, amire mondjuk ti próbáljátok felhívni a figyelmet? Mik ezek? Csak ha párat tudsz említeni. Igen, az első és az én szívemhez a legközelebb álló ügy, az az összefogás egy abortuszmentes Magyarországért petíciónk. Ott is olyan emberekért állunk ki, azokért a kisbabákért, akiknek nincs hangjuk magukért kiállni, és viszont mégis minden negyedik megfogant születendő gyermeket abortálnak. Azért azt látjuk, hogy veszélyben vannak folyamatosan a mai napon is, és azért például értük is a közösségünk, most már több mint 16 ezeren csatlakoztunk ehhez a petícióhoz is, és azt kérjük igaziból a döntéshozóktól, hogy védelmezzék őket is ugyanúgy, ahogy minket is, akik már megszülettünk. Van erre egy stratégiátok, vagy csak, idézőjelben mondom, hogy csak kéritek? Sokszor beszélünk róla, úgyhogy bárhova engem meghívnak konferenciákra, akár iskolai órákra, hogy ezekről a témákról beszéljünk, akkor mindig felhozzuk és érzékenyítjük a társadalmat. Hírt adunk dolgokról, például a New York-i borzalmas abortusztörvény kapcsán is itthon is erről beszámoltunk, és a részleteiről elosztva a félreértéseket vagy a tévhiteket róla. És közben a döntéshozókkal is kapcsolatban állunk, és nekik is küldünk akár kutatásokat, akár tényleg csak érveket ahhoz, hogy miért fontos, hogy mindannyian védve legyünk, és mindannyiunknak az emberi méltósága tiszteletben legyen tartva. Hol lehet ezeket a petíciókat megtekinteni, elolvasni a szövegét? A www.citizengo.org oldalon találhatók a petíciók. Igen, jó, hogy említetted, én is itt találtam az Ászia Bibire vonatkozó felhívást, és azt írjátok, hogy 169.800 támogató már aláírta ezt a petíciót, és segítsen, hogy elérjük a 200 alá.
aláírást. Tehát ez a 168 ezres szám, ez csak Magyarországról jött össze? Nem, ez egy nemzetközi petíció, úgyhogy folyamatosan bármelyik országban aláírja ezt, egy bármilyen nyelven aláírja ezt egy ember, akkor a számláló megugrik egyel. És az, hogy Asia Bibit felmentette a pakisztáni hatóság, és most már nincs is az országban. Bocsánat, még az országban van. Voltak hírek, hogy Kanadába ment, viszont még itt tartjuk a kapcsolatot az ottani védelmezőivel, családjával is, még Pakisztánban van egy rejtett házban, úgyhogy sajnos még nem ért véget a története, és pont a napokban olyan hírek jöttek, hogy az egészségi állapota se túl jó, és hogy nem kapott orvosi ellátást, ezt mi is a médiából tudjuk, úgyhogy még most járunk utána, hogy tényleg hogy is van, úgyhogy nincs Kanadában, és nem is lehet tudni pontosan, hogy melyik ország lesz a célpont. Érdekes, de hát érthető módon, hogy miért nincs ez benne a médiában. Ti pontosan mit is kértek ebben a petícióban? Azután indítottuk ezt a legutolsó petíciónkat Asia Bibivel kapcsolatban, miután ártatlannak minősítette őt október 31-én a pakisztáni legfelsőbb bíróság, utána fundamentalista iszlamista csoportok tiltakozni kezdtek egy politikai csoport vezetésével, így a pakisztáni vezetés engedett a nyomásuknak, és már a jogerős ítéletet újra felülvizsgálták, viszont január végén, hála Istennek, újra ártatlannak minősítették, és mi azt kérjük folyamatosan Pakisztántól, hogy engedjék ki az országból Asia Bibit, aki már ártatlannak, akinekről már kimondta a bíróság, hogy ártatlan, és tényleg most már csak a módját kell megtalálni, hogy elhagyja az országot, mert Pakisztánban veszélybe van, mert vérdíjat tűztek ki a fejére, és tényleg ezrek várnak arra, hogy meglincseljék. És mit vártok ettől a petíciótól? Tehát az ember aláírja, kifejezi a véleményét, hogy támogatja. De ezen felül mi más segítséget tudtok adni? A szervezetünk anyagi segítséget is nyújtott Asia Bibinek és családjának, a jogi képviselet finanszírozásába is beszálltunk. Néhány éve a családját, a férjét és a lányát mi szerveztük meg, hogy eljussanak Ferenc pápához és beszéljenek vele. Nemzetközi konferencián, mi is a názereti követői vagyunk, keresztény nyakért szervezett konferencián, meghívtuk a családját, hogy beszéljenek és hírt adjanak róla. Az ENSZ-ben is szerveztünk erről egy konferenciát New Yorkban. Így fölhívjuk a világvezetőinek a figyelmét, hogy a befolyásukat használják föl, hogy Asia Bibi kiszabadulhasson, hát és ugyanígy minden üldözött keresztény érdekében, hogy ne legyen eltussolva ez a téma, hanem tényleg valódi segítséget kapjanak a keresztény kisebbségnek a tagjai. Hát most rengetegféle módot felsoroltál a segítségre. Mi az, amivel még hozzá tudtok járulni? Esetleg jövendőbeli programotok is van? A legfontosabb, amit most előbb nem is említettem is, amire Asia Bibi is kért minket is, és ugye a sajton keresztül így minden embert, hogy azt kérte, hogy imádkozzatok és böjtöljetek értem. Ezért mi is minden egyes felhívásunkba hozzátesszük, hogy nagyon fontos az, hogy imádkozzunk is érte. Ugye a napi imában is tényleg megemlékezhetünk róla is a többi bajban lévő üldözött keresztényről. Eszter, annyira látszik, hogy neked ez a Citizen Go-ság, vagy irodavezetőség, kampányfelelősség, ez nem munka, ez nem egy állás, hanem lejön rólad, hogy ez a hivatásod. Tehát így képzeled el a jövődet, és harcolni? Harcolni, dolgozni, tényleg kiállni a védtelenekért. Most mennyasszony vagyok, úgyhogy nem sokára esküvőm lesz, úgyhogy úgy nyilván, hogyha a családot alapítok, akkor talán ez egy kicsit háttérbe szorul, ilyen napi szinten, de mindenképp szeretném folytatni tényleg a kiállást azokért, akik védtelenek és nem tudnak felszólalni magukért. Most a nézőknek mit tudnál javasolni, hogyha ők is szeretnének segíteni, vagy elolvasni ezeket a petíciókat, vagy tényleges, nem feltétlenül anyagi segítséget, hanem bármi fajta hozzájárulást adni ezekhez az ügyekhez, amiket ti is a Citizen Go keretében támogatok, azt hogy tehetné meg, vagy milyen úton, módon lehet eljutni hozzátok? Az üldözött keresztények vallási vezetőit tudnám idézni, akikkel eddig nekem volt módomban találkozni, és mindig azt kérték, hogy ne feledkezzetek el rólunk. Szóval akár csak egy Facebook poszt megosztása, akár egy templomi közösségben egy ima alkalom szervezése az üldözött keresztényekért, ahol esetleg egy tanúságtevőt is meg lehet hívni. Magyarországon is több olyan ösztöndíjas fiatal tanul, akik az üldözött keresztények, és olyan térségből származnak, ahol veszélyeztetve vannak a keresztények. A petíciós oldalunkon, ha valaki aláír egy petíciót, akkor fölkerül a levelező listánkra, és akkor
rendszeresen kap tőlünk leveleket ezekben a témákban, úgyhogy ha valaki érdeklődik, ezt is szeretettel ajánlom, hogy így tényleg akkor több információt is megtudhatnak akár tőlünk is ezekről a témákról. Beszéljünk róla barátaink között is, imacsoportokba, templomi közösségekbe, és ne feledkezzünk meg róluk, én tényleg csak ezt tudom mondani. És így, ha az a döntéshozókhoz is felszivárog ez a szemléletmód, ahogy most látjuk, hogy Magyarországon ez már elindult. Nálunk nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt már a döntéshozók is foglalkoznak ezzel. Hát nyugaton ez a téma, nem mondaná ki senki, hogy keresztényüldözés, mert hát ez nem szabad így kimondani, hát mondjuk csak azt, hogy a vallási kisebbségek, és ezzel igaziból elhallgatják azt a tényt, hogy a keresztény a legüldözöttebb vallás a világról, ezért legitim róluk, mint egy veszélyeztetett csoportról beszélni, legitim róluk konferenciát szervezni az ő helyzetükről, és erre megoldást keresni, és ez nem diszkrimináció. Így világszerte pedig tényleg ezt próbáljuk, hogy ott egy hiánypótlást is adunk, hogy hírt adjunk ezekről a dolgokról. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, elmondtad, és ehhez sok-sok energiát kívánok ez a munkához. Köszönöm szépen.